Jó reggelt a későn kellőknek, jó reggelt kívánok Pintér Zsoltnak, munkaerőpiaci tanácsadó, fejvadász. Mindig a gazdasági szakértőket kérdezik arról, az úgymond gazdasági szakértőket, hogy meddig tart a válság, meg hogy milyen az ország gazdasági helyzete. Valaki, aki a munkáltatókkal foglalkozik napi szinten és velük tartja a kapcsolatot, lehet, hogy jobban meg tudja mondani, milyen az ország gazdasági helyzete. Katasztrofális. Katasztrofális. Tehát egyszerűen én körülbelül naponta 4-5 első számú vezetővel vagyok, ebéd, vacsora, tárgyalás, megbeszélés, tanácsadás, többi. Mindenki ki van akadva. Tehát, tehát mondjuk a 200 első számú cégnek a vezetője, akikkel én kapcsolatban vagyok, mondom részben első számú vezetők, felső vezetők. De ez magyar jelenség? Ez csak magyar jelenség. Vagy a nemzetközi piac is ugyanezt mutatja? Abszolút, csak magyar jelenség. Csak se Szlovákia, se Csehország, se Lengyelországot, azt se tudták, hogy válság van, de hát ez csak itt. Szóval csak itt. És katasztrófa. Na de akkor mit tudunk mondani azoknak, akikért ez a beszélgetés most létrejött, a felsőoktatásban most végzőkkel? Hát azt, hogy mit azért valahogy élnünk kell. Így van. Tehát valahogy túl kell élnünk, ki kell bekelnünk ezt az időszakot. Reméljük, hogy előbb-utóbb ez megváltozik. Ez egy 20 éves friss diplomás nem bekelni akar, hanem dolgozni. Világot megváltani. Na most neki azért szerencsésebb a helyzete, mert még mindig az a egy-két multi és egy-két magyar, meg egyéb foglalkoztató, aki még nem ment ki Szlovákiába, meg Csehországba, meg máshova, az azért úgy fiatalokat néha-néha, így mondom, vesz föl, kvázi utánpótlás tervezés szempontjából, és ugye hát erre szolgálnak most ezek az állásbőrzék, ami kapcsán ugye... Van bármiféle alkú pozíciója egy fiatal álláskeresőnek? Hát, alkú nincs, de eladási pozíciója lehet. Tehát itt nagyon fontos az, hogy valamelyik ilyen egyetemi kiadványban olvastam, hogy a munkáltatók a legjobb jelölteket veszik föl. Na most itt ezt szeretném cáfolni, ezt 10 éve folyamatosan cáfolom, tehát nem a legjobbakat veszik föl, hanem a többé-kevésbé azonos képességekkel, képzettséggel, megjelenéssel, tulajdonságokkal, ismeretekkel rendelkezők közül azt fogják felvenni, aki az adott folyamatban a legjobban el tudja magát adni. Tehát tételezzük föl, hogy többé-kevésbé egyformák, de aki jobb önéletrajzot ír, hogy majd megjegyezzék az állásbőrzén, ugye, mert ott ilyen standok vannak, oda megyek, jó napot kívánok, érdeklődnék, stb. Itt hagyhatnám az önéletrajzomat? Akkor ugye két dolog. Egyrészt emlékezzenek az önéletrajzára az alapján, hogy jól van megcsinálva. De mit írjon bele, hogy emlékezzenek rá? Minden hát, hogy jól csinálja meg, tehát adekvát, jól csinálja meg az önéletrajzát. Tehát pont nem az, hogy 22 éves vagyok, és olyan pozíciót szeretnék, ahol 5 év tapasztalat, meg stb. Tehát ezt máshova helyezem. Tehát ugye ezekről már beszélgettünk korábban is az önéletrajzírás titkairól. Mindig, amikor előadást tartok az egyetemeken, főiskolákon, akkor megkérdem, hogy beszéljünk az önéletrajzról. Hát nem, tudnak önéletrajzot írni? Mondom, csak azt hiszik, hogy tudnak, de nem tudnak. És kiderül, hogy tényleg nem tudnak. Na ez az egyik. A másik, hogy ugye a megjelenés. Tehát önéletrajzba beteszi a fényképét, és ugyanúgy néz ki, mint ahogy ott áll velem szembe, ilyen Darth Maul frizurával, tehát ezzel a százas szögek állnak ki a fejéből, stb. Stb. Egyébként öltönybe, kultúráltan minden. De most ugye mi marad meg az illetőről? Úristen, ez elmebeteg, ugye? Tehát nézik, hogy néz ki. Nagyon fontos az, hogy tehát a konszolidált nem igaz, hogy minden, hogy meg. Csak az a lényeg, hogy emlékezzenek, hát ez nem olyan, hát, mint a színház lenne, világon. Tehát pozitívan. Tehát az fontos, hogy pozitívan, és nagyon fontos, hogy az első beszélgetésre, ami fontos lehet, mert ott a humános kislány, hát kik vannak én az állásbőrzén, ilyen 20 éves humán politikus kislányok, meg kisfiúk, tehát gyakorlatilag ő bennük egy pozitív képet próbáljon meg kialakítani az illető. Netán előfordulhat egy 40-es középvezető mondjuk egy ilyen állásbőrzén, de az a lényeg, hogy pozitív képet próbáljon meg kialakítani, és például fölkészüljön erre a dologra, és én nagyon hiányolom, hogy az állásbőrze szervezésben is, most ugye a pénztelenség nyilvánul meg, tehát nincs idő és pénz arra, hogy felkészítő előadásokat, felkészítő napokat szervezzenek. Hát a vállalatokat megkérik, hogy mondjanak valamit az önéletrajzról, meg erről, arról, de hát az ezért nem a töké, hogy finoman fogalmazunk. Próbainterjúk vannak, de én nagyon fontosnak tartom a fiataloknál, hogy
igenis felkészüljenek. Tehát amikor oda megy egy standhoz, teszem azt a egyik legnagyobb járműipari gépgyártó vagy beszállító cég ott van, akkor előtte már egy kicsit nézek körül, hogy kik fognak kiállítani, kik lesznek ott, picit utána nézek. Amikor oda megyek, el tudjam mondani, hogy azért szeretnék önöknél dolgozni, mert tudom, hogy önök 2000 emberrel itt és itt ezt és ezt csinálják, nagyon tetszik, amit csinálnak, úgy érzem, hogy oda be tudnám illeszteni az én tudásomat, ismereteimet. Tehát rögtön azt mondják, aha, ez motivált ez az ember, és ez nagyon fontos. Tudja, hogy mit akar, és tudja, hogy kivel beszélget, de az nem baj, hogyha az ember ezt több standon is megcsinálja ugyanazon a kiállításon? Hát nem, hát ez olyan, mint a casting. Tehát, megyek. Több filmben is jelentkezem, kész, és ennyi. És mindenhol elmondom, hogy úgy gondolom, hogy önök film van jövő. Valamelyik össze fog jönni, ennyi. Legyen így. Pintér Zsolt, köszönöm szépen. Én is köszönöm.